Ismét a Kecskeméti Game Pubban forgattunk egy rendhagyó FIFA párbaj során, a kosarasok és a labdarúgók után ezúttal a Kesport két oszlopos tagja hívta ki az SG Kecskemét futcák kiválóságait. Az izgalmak most sem maradtak el. Nagyon meglepő, de engem még életemben soha nem állítottak ki. Azért meg szoktak lepődni. A játék stílus, ami... Én annak idején egy időben, amikor jártunk futcálni, és számoltam, hogy hányszor csúszol be egy meccsen a parkettán. Hát az mai napig a két... Az mai napig jelen van. Hát valahogy a tudást kompenzálni kell. Az jó. Bravo, Zsombor, ez az! Van valami ilyen emlékezetes FIFA élmény, akár ilyen kiborulás, vagy akármi nektek? Akkor most egy komoly titkot mondok el, mert otthon úgy tudják, hogy leborult magától a tévé. De valójában a joystick landolt a tévében. Egyszerűen. Ez a baj, futcában a képességeket nem tudod, ott is ez a baj. Mindegy, nem rossz az ő, most kársák játszok együtt. Ja, nálam van már. Igen, az ilyen csapattársa nem. Azt sem hittem, a PSG-ben vagyok. Nem tudja, merre van az arca előtt. De ez megy. Nem! Ilyenkor már törik a joystick. Halt. Igen, de miért nem tetted vissza? Nem tudom, olyan szép cseh csináltam, nem? Véle. Ez arra volt jó ez a meccs. Falt. Tizi. Igen, támadó fal. De visszaadja, jó barátok vagy tök a Bencével, mert ilyen úgy érde, hogy 3-1-be játszunk. Ezt most árulom, jó, Jaci? Nyugodtan. Az a jó a Bencével játszani, hogy viszonylag eléggé racionális gondolkodású ember. Na várj, van jobb, fogba jobb, nem? Az jó. És ez a durva, hogy az elnök úr elsőnek a Bencére gondolt, és utána rám. Akkor ki a többiek? Nem mutatom, miért jó. De elárulok egy műhelytitkot, a gazsit is bedobta, de úgy voltam vele, hogy azért valami aktív játékos legyen. Igen. Igen. Mondjuk a gazsi mindenben is jó. Tehát... Mindenben is? Nem, James-el meg tudod futni. Egyszerű. De ne! Ne! Ez az én szögem. Ne! Kérlek szépen. Nem. De nyugodtan nézte. Sportás. Azt mondod, hogy itt is hibáznak a bírók? A bírók mindenhol hibáznak, ez teljesen nyilvánvaló. Jajjaj. Az jó. Nem már? De azt mit csinál? Hú, de szép volt. Nem baj, semmi gond. Nem volt rossz a gól. Innen szép nyerni. Nem arra. De hogy? Hogy csúszik bele ilyen gyorsan? Fogadjunk, hogy ezt te is a futcába tanultad, hogy ne rúgd egyből, hanem húzzál még egyet. Mi? Fogadjunk. Nem járok edzésre, úgyhogy ott nem tanulhattam. De hogy szereli le? Hú, de nagy. Viszont befele, nézd. Oh, ne! Ez pontosan a tegnapi cashboardba olvastam. Mit? Hát ezt a paszt. Na, gyorsan. Nézd be! Viszont ezt nem. Hát ezt nem hiszem el, Zsombor. Ez nem... Ez a kamányi volt az égben. Na jó, már elárultad a tévétörős történetet, én is elárulok egy-két titkot. Ezek a dohányzó asztalok nem a fifázáshoz vannak kitalálva, amik előttünk vannak. Az mondjuk nem velem volt, pont haverommal, ő kettézúzott egy ilyet joystickkal, úgyhogy dohányzó asztalt és joystickot is vennie kellett utána. Nem már! Melyiket? Az, hogy rúgd föl. De ne úgy. Ott középen. Nézd meg. Ha? Ott is van. Ez az. De így azért nehéz, hogy a Bence a játékom. De szépen ki. Hallod? De akkor mondjam, nem olyan ettől. Most szépen megoldottam volna, de most azt mondtad, hogy rúgjam föl. De szép. Így nem lehet játszani. Nem. Én távolom a dohányzó asztalat. De most miért nem rúgtad? Te is. Rúgtad, de nem rúgtad, hogy
Nagyszerű! Iskola foci. Az igen. 3-1 már. Igen, és a fifázás közben ezek a mondatok. Iskola foci. Hát nem az volt, nézd meg. Ahogy ott lekészítette. Ja. Nem tud kialakulni egy folytonos tudom, játék. Tudom, hogy kikapcsolom a kontrollert, ezt játssza egyedül. Nem tud kialakulni egy folytonos játék. De esernyő, mindegy, jobb. Bicikli. Pus már. Futok. Hát mit csinálsz? Mi? Na, mi? Micsoda? Egy jó szabadrúgás. Nyomtam mindent, amit csak lehetett. Hallottam, hogy mondod. Hát ezzel nem tudtok mit csinálni. Hát ezzel nem. Ezzel nem. Nem. Azt a Pickford mit csinál? Iskolája, Jóci! Kellett, de... Még de csúnya volt. De már... Újúj. Nem baj, jobbek. Hát kell vérni a taktikákat. Egy jobbek nem nagy veszteség az néha, csak előnk, ha nincs. De nem! Mondom, dolgozzam, ezt így dolgozzam. Az élet mindent helyre. Nincs lehetetlen. Jó, beállunk vélekezni, Andris már. Ez mit csinál? Pedig már az esernyőt nyomtam, nem tudom, hallottátok-e? Azt kéne megszámolni, hogy ezen a fifázás közben hány esernyő volt. Uha, mi voltak fel ennyien? Mert ember átrendben vagyunk. Ja. Van időm, nyugi, nyugi. Pici kézilabda, már nem jöttek el. Kérünk telefonos segítséget a Karcsitól, hogy mit kéne játszani itt az utolsó percekben? Lehet, hogy kellene, igen. Nem jó, nem. Ez az, nagyszerű. Jó. Faszom, pedig a meccs labda volt itt. Agyon vertük őket. Micsoda cím. Kecs volt. A Kecskeméti Szkorgó lejátszott az El Clasico. Minek? Hát mindig azt mondjuk, tudod, edzésen is, hogy passzol. Tudod, a labda gyorsabb, mint te. A labda nem izzad. Ennyi. Ez be a néni tanított. Nagyszerű. Iskola futball. De egyébként hát... igen. Nagy. Iskola. Hát jó, mert ilyen álszaik vannak, mint a McDonald's, meg a Diamanti. Micsoda nevek. Nem. Ne már! Bravo! Ott a másik szupersztár, a Diamanti. De mondta, hogy befele. Önzetlenül. Megcsináltam. Csavi nem adott volna ilyen paszt, az be kell rúgni, nagyszerű! Ott van! Ujjó, Ginestróza. Nem! Iskola játék! Dolgozol a szív! Itt már túlélésre játszunk, mármint hogy életben maradjanak a játékosok. Nem! Micsoda gól paszt! Jó! Mondtam, nem szabad gól paszt! De az lövés volt, nem? Persze, hogy lövés volt. Na rúg föl egyszer, jó? Mi ha... Az még jó, hogy de miért most fújja le? Meg akkor... Én többet nem bírok már játszani. Hát így mi pontig kaptam meg? Úristen! Hát uraim! Hát nagyon szépen köszönjük! Nagyon jó mérkőzés volt, köszönjük! Hogy ilyen jó volt! Tanár úr, hát ugye sok volt az iskola! Nagyon szép! Hát, nem olyan is.